A Mozsiz vezetői Feldmayer Péter elnök és Zoltai Gusztáv ügyvezető igazgató magyarországi zsidóság nevében szólaltak fel a jobbikos parlamenti képviselő a tiszaeszlári pert vérvádat felidéző és visszaidéző felszólalása, megnyilvánulása. Mi a Feldmayer Péter a vendégünk? Jó reggelt kívánok! Azt mondta Vadai Ágnes képviselő asszony másfél órával ezelőtt, hogy nem a jog nyelvén, hanem a társadalmi szolidaritás és a tisztesség nevében kellene felszólalni a jobbikosokkal szemben. Mennyire érzi a magyar zsidó közösség azt, hogy a társadalom egységesen és szinte egyöntetően nyilvánul meg ezzel a dologgal, a vérváddal és a vérvád felidézésével szemben? Azt gondolom, hogy ebben különösebb kifogást nem találhatunk, hiszen a társadalomnak a legszélesebb rétegei elítélik a jobbiknak a felszólalását. A probléma nem is itt van, azt hiszem, hanem ott van, hogy a jobbik képviselői, azok példamutatóként járnak el a saját támogatói bázisuk előtt. Azt mutatják meg a saját embereiknek, nézzétek meg, itt bármit el lehet mondani Magyarországon, itt bármilyen módon lehet gyűlölködni, úgyse lesz semmi bajotok. Ez az üzenet egy ilyen felszólalásnak, és az is látszik, hogy tesztelik valamilyen szinten a társadalmat, tesztelik a parlament vezetését, a szabályokat, meddig lehet elmenni. Vissza lehet ugye menni az elmúlt két évben, hogy milyen felszólalások hangzottak el az országgyűlésben, nem akarom őket népszerűsíteni, de egyre durvábbak ezek a felszólalások. Én biztos vagyok abban, hogy most, amikor közeledik a Magyar Holokauszt napja, ugye hétfőn lesz, jövő hétfőn, vasárnap életmenetét tartunk Budapesten, ebbe a két eseménybe nagyon korrekt és nagyon szívet fájdító felszólalásokat fogunk hallani, mindenütt, ha meg fognak nyilatkozni a politikai közélet vezetői, a házelnök, egyéb hivatalos emberek, nagyon szépen meg fogják fogalmazni a gondolataikat. De a magyarországi zsidóság és nagyon sokan mások is tetteket szeretnének, olyan szabályokat, amelyek megakadályozzák, hogy minden nehézség és minden retorzió nélkül tudja a jobbik folytatni a propagandáját az országban. Mire gondolnak? Van konkrét elképzelésük is? Az egyetlen ilyen működő példa, ami ugye egy társadalmi hallgatás falát emelne a jobbikosok köré azon kívül, az lehetne például a parlamentből való időleges kitiltás. Nyilván nem a parlamenti ülésvezető elnöknek kell ilyenkor elsősorban intézkedni, később meg lehet azt mondani. Tehát nem a pártot, hanem az egyes képviselőket, akik olyan megnyilvánulásokkal állnak elő. Pontosan azt lehet mondani, hogy kérem maga egy hónapra, hat hónapra menjen ki, ide a lábát nem teheti be. Nyilván erre az időre nem kap fizetés sem, és elveszik tőle azt a jogot, hogy az általa képviselt réteget, csoportot ott tudja megfelelő módon artikulálni a parlamentben. Ha nem lenne országgyűlési képviselő Barát Zsolt, akkor a Mozsiz fel tudna lépni vele szemben valamiféle törvény alapján? Azt hiszem, hogy különösebben ennek sem lenne eredménye. Elég jól körbejárta azt a határt, amilyen határon belül Magyarországon ma lehet gyűlöletet kelteni ez a kedves tanárember, és látni kell azt, hogy a magyar törvények nem tudnak ebben az ügyben dűlőre jutni. 20 éve kergeti a magyar jogi gondolkodás a saját farkát, és sehova sem tud jutni. Akármilyen cselekmény történik, általában a rendőrség vagy a bíróság a törvényi szabályozásra hivatkozással nem hajlandó, vagy nem mer föllépni. Ugye azt mondják, hogy a gyűlöletnek, gyűlöletkeltésnek, konkrétnak, uszítónak kell lenni. Ugye láttuk ennek a valamiféle jobboldali szervezetnek az emberét, aki azt mondta, hogy lesz-e bátorságunk lelőni egy zsidót, lesz-e bátorságunk lelőni egy cigányt. Ezt elmondja, és arra uszítja a társait, hogy legyen bátorságuk. Erről beszél nyilvánosan. Ezt hol mondta? Ezt a Betyás Regnek az egyik embere volt, mondta, ha jól emlékszem, a társainak erről beszélt. Tehát nem Barát Zsolt mondta. Nem.
szólni is róla, ez egy másik úr volt, és most szüntették meg a minap a nyomozást vele szemben, mondván, hogy ez nem olyan szintű, amely a büntető törvényi feljelentést és a felelősségre vonást valamilyen módon maga után vonhatná. A rendőrség egyszerűen nem mert tovább lépni, nyilván aki ismeri a rendőrségi munkát, az tudja, hogy egy ilyen jellegű, ilyen jelentőségi ügyben az ügyészség mondja meg, hogy mit kell csinálniuk, az ügyészség nem kíván ilyen ügyekben vádat emelni. Azon gondolkozom, hogy a magyar kormány nyilatkozatban határolódott el az izraeli nagykövetség, Magyarországra akkreditált izraeli nagykövetség és a nagykövete megszólalt az ügyben. Megszólaltak a legkülönfélebb parlamenti pártok pártként, politikusok egyenként. Mégis, minthogyha hiányérzete lenne, és minthogyha a tehetetlenséget kérné számon a magyar kormányon, a magyar társadalom működésén. Hogyan lehet ebből kilépni? Hogyan lehet ezen túllépni? Hasonló helyzetben vagyunk történelmileg, mint Németország, és Németországnak sikerült ebből kilépnie olyan törvényekkel, amelyek összhangban vannak az európai törvényekkel. Sokkal erőteljesebb, egyértelműbb, szókimondóbb törvényekkel lennének? Olyanok, amelyekre sem a bíróság, sem más nem mondhatja azt, hogy ezeket a szabályokat nem lehet alkalmazni. De mondhatjuk a francia példát, ahol most olyan törvényt készítenek elő, hogy nem csak a bizonyos erkölcsöt sértő pornooldalakat nem lehet látogatni következmény nélkül, hanem a gyűlöletkeltő oldalakat sem lehet következmények nélkül, nem csak írni nem lehet, hanem látogatni sem. Ez egy nagyon furcsa határvonal, és nagyon nehéz balanszírozni, ezt elismerem, de ha a törvények nem adnak megfelelő fogódzót a jogalkalmazóknak, akkor a gyűlölet egyre jobban fokozódni fog, és ez kifejezetten a Jobbiknak nem csak érdeke, hanem úgy tűnik, hogy célja is. A Mazsii szerelnöke Feldmeier Péter volt a vendégünk, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm, jó reggelt, kívánok, szép napot!